Jó reggelt újra, Kovács Zoltán, az Élet és Irodalom főszerkesztője a vendégünk a Start Plus-ban. Jó reggelt neked is. Jó reggelt kívánok. Azt mondja Pintér belügyminiszter, hogy nem érte meg egyeztetni a martonfaiakkal, ezért nem történt az ideiglenes befogadó állomás építése, erről semmiféle egyeztetés a helyiekkel. Nekem erről az jutott eszembe, hogy állandóan azért károsztatjuk a politikusokat, hogy nem őszinték, hogy nem a frankót mondják, hogy mindig van egy kis körítés. Hát a belügyminiszter most az igazat mondta, nem számít, mit gondolnak. Hát a maga szempontjából persze most az igazat mondta, hogy tartalmilag ez rendben van, ez így van-e, az egy más kérdés, mert azért arról van szó, hogy Sormásra és Martonfára telepítenek egy bevándorló állomást, és ezzel kapcsolatban mondta a belügyminiszter, hogy teljesen fölösleges lett volna egyeztetni a ottaniakkal, mert az csak hátráltatta volna a helyzetet. Nyilvánvalóan ez így, ahogy van, egy badarság, mert akkor, amikor egy 220 vagy 230 lakosú település közelében elhelyeznek 1000-1500-2000 olyan embert, aki azt se tudja pontosan, hogy hol van, akkor ezeket az embereket föl kell készíteni. Pontosan ez hiányzik ebből a magyar bevándorlás kezelésből, hogy kihelyeznek olyan plakátokat magyar nyelven, ami semmiféle információt nem ad, legfeljebb belpolitikai üzenete van. Ugyanakkor ezek az emberek, akik ezrével, tízezrével érkeznek Magyarországra, és fogalmuk sincs, hogy hova kerülnek, hiszen ezek a világ egy másik pontjáról menekülnek, nem tudni milyen súlyos családi tragédiákkal terhelten, azok egyszer csak megérkeznek valahova, és nem kapnak semmi eligazítást. Ez akkor, amikor Pintér belügyminiszter ezt mondta, azóta történt egy-két dolog, itt fölállították ezeket a migrációs övezeteket, de az, hogy úgy gondolják, hogy ezeknek az embereknek nem kell mondani semmit, ez úgy, ahogy van, ez egy tévedés. Ez az egyik legnagyobb probléma az, ami Magyarországon ma történik a migránsokkal. Igenis kell nekik valamit mondani, mert akkor tényleg ott látom egy ilyen riportfilmet, már nem tudom melyik adón, ott például a sormásiak azt mondták, hogy ide nem kellnek ezek az emberek, Orbán Viktor meg a többi magyar politikai vezető is megmondta, hogy hozzák a betegséget, hozzák ezt, hozzák azt. Ennyit tudunk róluk, ennyit tudnak róluk. Pesti parlamenti képviselő Fidesz részéről, aki orvos végzettségű, szintén azt mondta, hogy oltani kell mindenkit, mert ezek betegek, ezek az emberek. Ez legalább egy emberi hang. Azokat oltani kell, akik betegek és rászorulnak. Nem, mindenkit oltani kell, mert mindenki veszélyes. Egyébként ez egy nagyon furcsa dolog, mert közben meg a szakterület vezetője, ugye a népegészségügy vezetője azt mondta, hogy 2%-uk, ha egyáltalán beteg, és semmiféle tömeg számára súlyos fertőzés nem hordoznak. Úgyhogy itt van egyfajta ellentmondás. Van egy ellentmondás, de egyébként rengeteg ellentmondás van, mert valóban, hogyha valaki beteg, azt kezelni kell. Aki nem beteg, azt nem kell kezelni. Jó, hogyha tízezrével érkeznek Magyarországra emberek, akikről nem tudunk semmit, és azok között nyilvánvalóan van beteg, azokat a betegeket valahogy meg kellene találni. Nagyon nehéz ez a kérdés. Tehát nehogy félreértés esetében azt mondom. Érted, hogy miért van az, hogy bejönnek Magyarországra, találkoznak a hatósággal, és papírt kapnak róla, hogy találkoznak a hatósággal, és utána nem csoportosan szállítja őket Magyarország egyik helyről a másikra, akár egy befogadó állomásra, akár át az országon, mint ahogy teszik azt a szerbek, a macedónok, a görögök, hanem szabadon engedik őket, hogy kóricáljanak az országban, és találják meg a helyüket. Miért nem rakjuk buszra, miért nem rakjuk vonatra őket? Miért? Én nem akarok rossz hiszemű lenni, de azzal, hogy nem kezeljük ezt a kérdést rendesen, még inkább előjönnek azok a problémák, amiket egyébként a magyar lakosság mint problémát érzékel. De ezek nem biztos, hogy lennének akkor, hogyha egy normális bevándorlás kezelés történne Magyarországon. Tehát, minthogyha ez a Sormási eset is azt mutatja, hogy nem baj, hogyha a lakosság megijed, meg szembeszáll, mert hiszen mi lenne más a kormányzat célja, mint az, hogy én úgy látom, hogy szítja a feszültségeket, és ezzel a feszültség szítással gyakorlatilag úgy néz ki, mint hogyha ezt kellene a kormányzatnak kezelnie, holott a feszültségek egy jó részét a kormányzat kelti. Azzal, hogy magyar nyelvű táblákat tesz ki egyébként magyar nyelvet hírből nem ismerő embereknek, ez nyilvánvaló, hogy egy belpolitikai üzenet. Ahelyett, hogy a táborokban valamit megszerveznének, hogy egyáltalán azt tudnák, hogy ezek az emberek hova kerülnek. Hát, hogy az ember elveszi az útlevelét,
itt békés körülmények között, akkor elveszett ember, már Afrikában is, Észak-Afrikában, ahol pedig más a helyzet. De még Dél-Amerikában egy ilyen megtörténik, akkor azt se tudja, mi történik. A konzulátus sincs sok helyen. Itt ezek az emberek tényleg jönnek, mennek, semmi szervezettség nincs, és nyilván az is, ebből az is adódik, hogy olyan dolgokat csinálnak, ami egyébként lehet, hogy a saját hazájukba elfogadott, mert mások az életkörülmények, mások az élethelyzetek, és ez Magyarországon föltűnik, és akkor úgy néz ki, mintha bejönne egy csürhe, és akkor ezeket az embereket, ezekkel az embereken nem lehet mit kezelni. De ez nem egy kormányzati szándék, hogyha ez így van? Én nekem eleinte nem volt ez a véleményem, de egyre inkább úgy látom, hogy azért nem kezelik ezt a kérdést rendesen, mert minél kevésbé kezelik, annál inkább nő a lakosságnak az ellenérzése, és ezt az ellenérzést a politika meglovagolja. Egészen mást kellene csinálni. Na, de ez csak akkor működik, hogyha a politika aztán megoldást is kínál. Tehát azt lehet mondani, hogy felmutattam a bajt, és megoldottam. Igen. Meg tudja ezt oldani. Ez az egyik legnagyobb probléma, hogy a kormány, nyilvánvaló, hogy ez egy globális probléma, soha az utóbbi egy-két évszázadban ilyen népvándorlás nem volt. Fogadjuk el, hogy ez egy újkori népvándorlás. Tehát egy globális probléma. Magyarország ezt a globális problémát egy lokális kerítéssel, lokális megoldással akarja kezelni. Az a baj, és én ezt úgy látom, ne legyen igazam, hogy azért előbb-utóbb kialakul egy európai kezelési modell, amiből Magyarország már most is kimaradt egyébként, és itt maradunk ezzel a nyomorult, szörnyűséges kerítésünkkel, amit nyilvánvaló majd meg fognak kerülni, és ugyanígy ide érkeznek majd az emberek. Tehát abból, ami valóban hozzá lehet tenni az, hogy az európai megoldások sem igazán sikeresek, a kvótarendszer az önmagában nem megoldás, de az a kvótarendszer az hozzá kell tenni, az egy 10 pontos rendezésnek egy eleme. Azért most a német meg a francia elnök, miniszterelnök mégiscsak megpróbál valamit tenni ennek az ügynek az érdekében. Most már valószínű, hogy előbb-utóbb kialakul egy közös európai rendezési program, ami azért tovább visz. Ki tudunk abból maradni? Velünk vagy nélkülünk? Ugye most itt van egyfajta program, amit 27 ország visz, mi 28. Európai Uniós tagállamként ebből kimaradtunk, ez a déli határoknak valamiféle rendezése, megőrzése, megmentése. Hát addig ügyeskedünk ebben a kerítésügyben, amíg ki fogunk belőle maradni. Tehát a kerítés az nyilvánvalóan nem megoldás, soha nem volt a kerítés megoldás. Tehát, hogyha most visszanézzünk a kínai nagyfalig, visszanézünk, a kínai nagyfal is egy darabig volt megoldás, ma már egy műemlék, de az legalább valahogy kinéz. Az a kerítést, amit itt fölépítenek, ennek semmi értelme nincsen, viszont megmarad, mint egy ilyen mementó, egy ilyen szörnyű időkben. Én határőr voltam, én nekem egy egész életre szóló szörnyű élményem, hogy én reggel, amikor fölébredtem, akkor láttam a kerítést, és az utolsó pillanatban, még mielőtt elaludtam, láttam egy kerítést. Természetesen az is úgy, ahogy van, azt is akkor mentek át rajta, amikor akartak, vagy ha nem, jó, 10-ből 8-nak sikerült, 2-nek nem sikerült. Egyébként meg nem is a kerítés felé mentek. Tehát... Lesz itt nálunk olimpia, mert lesz is kész. Tehát... 2024-ben mi olimpiát rendezünk, kijelentő mondat. 2024-ben? Igen. Igen. Most ott tartunk, hogy valahol a 750 milliárd és az 5000 milliárd közötti számokkal dobálóznak azok, akik hozzányúltak különböző papírokhoz és végigolvasták őket. Van erre nekünk pénzünk, vagy most itt ez igazából megint arról szól, hogy sok-sok pénzt elköltünk a felkészülésre, hogy sok-sok pénzt el lehessen költeni valami ismeretlen célra? Először is nekünk nincs erre pénzünk, még akkor, még úgy sem, hogyha az olimpia, ugye van a Thomas Beaknek, Bachnak, nem tudom, van egy elképzelése, hogy az olimpiáknak a rendezési költségei drasztikusan csökkenteni kell, mert így most már gyakorlatilag ilyen gigaolimpiák jönnek létre, ami a részben a korrupciónak a forrása, ami részben meg kezelhetetlen költségvetésű. Ezzel együtt én nem hiszem, hogy ezt komolyan gondolhatjuk, hogy Magyarország olimpiát fog lenni. Nem azért, mert nem tudok nagyot álmodni, hanem azért, mert... Utána fel is szoktál ébredni. Utána fel is szoktam ébredni. Egyetlen, van egy-két szempont egyébként, ami miatt mi végül is megkaphatnánk ezt az olimpiát, mert ezért gondoljuk végig, hogy milyen városok kaptak olimpiai rendezési jogot mondjuk az elmúlt 15 évben. Peking, Szocsi,
vele, most újabban megint megkapta Peking a téli olimpiát, tehát az olimpiai bizottság Szamarancs óta, és Szamarancsnak volt egy ilyen kijelentése, hogy ott kell olimpiákat rendezni, ahol a zöld mozgalmak nem túl erősek, és ahol elnöki hatalom van, mert ott igazából ki lehet kapcsolni azokat a rendszereket, amik lelassítják, és bizonyos esetekben a gyors döntést megakadályozzák. Na most Magyarországon ugye a zöld mozgalmakat tudja, hogy van, megpróbálják lenyomni, kialakulóban van egy, ahogy a Pintér belügyminiszter mondta, végül is nem kell megkérdezni senkit, mert úgyis mi fogjuk eldönteni azt, hogy hova kerülnek a migránsok. Tehát te azt mondod, hogy negatív összefüggéseket keresnek, kapjuk meg a pozitív döntést. Pontosan erről van szó. Hát amikor Szamarancs abban a bizottságban volt 1976-ban, amikor megkapta Moszkva az olimpiai rendezés jogát, akkor Szamarancs az emlékirataiban azt írta, hogy soha olyan könnyű nem volt megszerezni egy ország vezetésének a támogatását olimpiához, mint az oroszokét, mint az akkor még a szovjetek. Egy ember döntést. Egy ember eldöntött, és utána nem volt semmi. Szocsiban lehetett látni, hogy gyakorlatilag megváltoztatták, mert a télbe lett a tavasz, a tavaszba lett a tél, és szörnyű természeti károkat is okoztak ott, de nem volt érdekes, mert ugye a négy rocklány kivételével igazából ott a zöld mozgalmak meg sem jelentek, azokat meg bikacsökkel megverték a rendőrök. Tehát ezek a negatív összefüggések, ezért mondtam, hogy elvileg rendezhetünk olimpiát, de akkor ezeknek kell dominálni, ezeknek a negatív összefüggéseknek. Én azt reméltem, hogy a magyar sport jelenével és a múltjával fogsz érvelni, vagy azzal, hogy Budapest voltak éppen már elnyerte egyszer az olimpia rendezési jogát, csak közben jött a világháború. Tehát, hogy lennének itt olyan érvek is, amik mondjuk pozitív súlyal esnek alatba, de értem. Igen, valaki azt mondta, hogy Magyarország már megérdemelne egy olimpiát, amikor fölépítették ezt a háromszorosra sikerült Fradi pályát, akkor valaki azt mondta az elnökségből, hogy a Fradi már megérdemelt egy jó stadion. De hogyha az üzletet nézzük, és már pedig azt kéne nézni, akkor ez hogy jön? Mi az, hogy megérdemeltünk már egy olimpiát? Van körülbelül még 25 olyan ország, amelyik olyan sikeres, mint mi vagyunk, és azok is megérdemelnek egy olimpiát. Még a fociról is beszéltünk volna, de annyira elment az időnk, és annyira szót sem érdemel a magyar klubcsapatok európai szereplése, hogy ezt most hagyjuk. Hát is egy kis más csapatok. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen.